Jó estét kívánok! Köszöntöm a Városi Televízió nézőket, valamint boldog új évet kívánok. Remélem minél előbb szurkolók előtt folytatódhat majd a bajnokság. Ma azonban még... alkotja vendégek kezdőötösét. Takács, Taylor, Thames, Ferenc és Mócsán alkotja a hazai kezdőcsapatot. Labdáért pedig majd Meleg és Taylor ugrik. Feldobás után a labdát Taylor ütötte el, azonban Funderburkhöz került a labda, így az első támadást a vendég pécsi együttes vezeteti Meleg. Meleg kezéből Thames varázsolta ki a labdát, egy szerzett labdával. Kezdi a körmendi csapat a védekezés, most pedig már az első támadást vezetheti a hazai csapat Takács a labdával. Thames. Ruják védekezik vele szemben. Thames kiharcolta a dobóhelyzetet, azonban a dobást elhibázta, a lepattanó labda pedig Taylor kezéről került játéktéren kívülre. Funderburktől kapta vissza Ruják. Funderburk. Ruják. Nem tudott betörni az alapvonal fele Mócsán mellett.
Ő is kiharcolta a dobást, és akár csak a másik oldalon Thames, az ő dobása is pontatlan volt. A második perc elején továbbra sincs kosár a mérkőzésen. Takács. Mócsán. Mócsán vállal el egy középtávolít, ami a gyűrűről bepattan. Az első kosár szerzője, tehát Mócsán Bálint. Rüják. Demeter. Budimir és Takács. Harca után Takács kapja a találkozó első személy hibáját. Alapvonalról dobhatnak a vendégek, Rüját végzi el a bedobást. Meleg. Demeter. Demeter remekül tört be, azonban az ígyszert elhibázta, Meleg szerezte vissza a támadó lepattanót, Budimir. Budimir és Demeter nem értették meg egymást, játéktéren kívülre került a labda. Körmendi bedobással folytatódik majd a találkozó. Thames. Ferenc, újra Thames. Mócsán. Mócsán remekül tör be, Takácsot szolgálta ki, aki a másik oldalról remekül lépett be. 4-0. Önzetlen volt Mócsán, és a jól belépő Takácsot szolgálta ki, akinek már könnyű dolga volt közelről. Funderburk. Meleg lépett be remekül. Meleg Gergő szerezte a vendégek első kosarát, Thames már a labdával. Thames remekül oldotta meg egyedül ezt a helyzetet. Magának kidolgozta az ígyszert kosarával, 6-2. Rüják. Meleg. Rüják. 2-2 játékban Rüják zicserével 6-4-re változott a találkozó állása. Thames. Mócsán. Thames. Ferenc. Ferenc sikertelen dobása után Taylor visszaszerezte a lepattanót, azonban nem tudta értékesíteni azt az ellentámadásnál. Budimir hibázott, és a labdát már Taylor szedte le. Rüják. Első személyi hibája volt. Rüják Andrásnak csere a vendégeknél, Luis érkezik Demeter helyére. Thames dobhat oldalról. Mócsán. Mócsán Bálint remek betörés után már 4 pontos. Mócsán 150 pontot szerzett 1005 a találkozó előtt. Így már 154 pontnál jár a bajnokságban. Budimir. Luis. Budimir marad üresen, 3 pontos vonalon túl, szerencsére a dobás kimaradt, Taylor sokadik lepattanóját szerzi már. Az 5. percben a találkozón Ferenc Csaban. Takács. Taylor. Remek labdát kapott Thames-től Taylor. Zsákolás elmaradt, vendég személyi hiba is, 2 büntetődobás lesz, 2-es csere a vendégeknél. Meleg és Funderburk kap pihenőt. Brükic és Bíró Levente a pályán. Taylor a büntetővonalon. Körmend második legeredményesebb dobója. Ez a 175. pontja volt a bajnokságban, a mai találkozón az első. Második büntető kimarad, itt 9-4 a találkozó állása. Rüják.
bíró. Ruják. Brükics. Vejko Brükics első kosarát szerezte, 9-6. Thames szerelését szabályosnak ítélték a játékvezetők bíró labdával. Budimir. Ruják. Luiz. Találkozó első három pontos kosarát Luiz szerezte ezzel. 9-9 a találkozó állása. Thames. Ferenc. Mócsán. Remekül lépett be újra csak Takács Kristóf. Két remek labdát kapott Takács Mócsántól, mind a kettő lehetőséggel élt is, közelről már 4 pontos. Ruják hibázott középtávolról, Thames a labdával. 4 perc 20 másodperc van hátra az első negyedből, 11-9-re vezet a Körmend. Takács ezúttal 3 pontos vonalon túlról megszerzi a Körmend első tripláját, ezzel Takács 7 pontos. 9-9 után gyors 5 pontot szerzett a hazai csapat. Ezzel egyenlő állásról 5 pontos lett az előny. Brükics. Lejárt a támadóidő, Taylor mellett nem tudott befordulni. Vejko Brükics. Budimir helyére. Fundebörk áll vissza, Körmendbe Takács és Thames kap pihenőt helyükre. Duráci Krisztofel és az új irányító Anthony Ireland áll. Mócsán. Ireland. Mócsán. Remek 3 pontos kosarat szerzett Mócsán Bálint, akár csak Takács Kristóf, ő is 7 pontos. Ezzel 17-9-re változott a találkozó állása, amikor a vendégek edzője időt kér. Már említettem, hogy nagyon sok lepattanót szerzett a mai találkozón is Taylor. 10 statisztikát vezetnek a bajnokság szervezői, amelyet az interneten meg lehet tekinteni. Itt például a lepattanóknál, a védő lepattanó tekintetében Taylor a második helyezett 6,5 lepattanóval mérkőzéseként. Támadó lepattanók rangsorában az első helyen áll 3,92 lepattanóval mérkőzésenként, ami azt jelenti, hogy összes lepattanó tekintetőben Taylor a második, 10,5 lepattanót szed mérkőzésenként. Ezeken a rangsorokon Taylor mellett még Thames szerepel, valamint a vendégektől is találunk itt játékos, majd a legközelebbi időkérésnél még ezekről majd beszélünk. Most azonban a folytatásra már a vendégek készen állnak. 3 perc 26 másodperc van hátra. Az első negyedből 17-9-re vezet a Körmend. Időkérés alatt egyik csapatban sem volt csere. Körmend egész pályán kint marad. Az egy csapat személy van körmendi oldalon, 2. Hiba a vendégeknél. Ruják bedobás után. Mosely a pályán, elnézést. Így most került a pályára. Remek 2-2-zés végén. 12-es Brükics zsákolásból megszerezte negyedik pontját. De 17-11. Mosely.
Mócsán. Mócsán vállal el egy három pontos dobás. Kipattant azonban, visszaszerezte a Körmend a labdát. Duráci zsákolást elrontotta, azonban Taylor egy támadó lepattan után javított. Az ő zsákolása már helyén van, ezzel három pontos. 19-11 törlésre van szükség. Duráci elhibázta a zsákolást, azonban érkezett Taylor. Nem az első támadó lepattanóját szerezte, és azból könnyed zsákolásból már három pontos a mai találkozón. Funderburk. Ruják. Kettő és fél perc van hát az első negyedből. Funderburk. Hármas rövid, Taylor. Újra csak lepattanót szerzett. Ireland. Mócsán. Három pontos ezúttal pontatlan lett. Azonban visszaérkező Mócsán megszerezte. Nem sikerült megszerezni a labdát. Személyhiba Körmendi oldalon. Ireland első hibája volt. Csere vendégeknél. Demeter Attila jelentkezik újra játékra. Valamint Meleg Gergő is. Bíró és Ruják kapnak pihenőt. Körmend is azonnal cserél. Taylor helyére Tóth Norbert áll. Az első találkozón, ami december 27-én Pécset rendezte, 9-9 játékos szerepelt mindkét oldalon. Luis a bedobás után a labdával. Demeter. Brükic. Zitzert elhibázt, azonban Meleg visszaszerezte a támadó lepattanót. Funderburk. Mosely lábbal ért a labdához. 14 másodperce lesz a vendégeknek. Oldalbedobást követően. Meleg. Funderburk. Tóth kapott személyhibát. Tóthnak az első csapatnak a harmadik hibája. Meleg. Funderburk. Hármas kimarad. Mócsáni a lepattanó. Ireland. Mosely. Gyors támadás végén Mosely első kosarával. 10 pont a két csapat között a különbség. Funderburk. Brükic. Veljko Brükic, 6 pontos. 197 pontnál jár a bajnokságban eddig. Tóthnak szánt Ireland átadás. Lefülelték a vendégek. Mócsán kap pihenőt, helyére Németh Ákos áll. Körmendi oldalon már 10 játékos szerepelt az első negyedben. Tóth. Ireland. Németh. Meleg blokkolta Németh dobását. Funderburk. Brükic. Zitzert elhibázta. Mosely. Mosely hármasa után Tóth szerezte vissza a támadó lepattanót. Belül járunk az utolsó percen. Remek betörés után megszerezte első körmendi pontjait. Ireland. 23-13. Duráci kapta a személyhibát. Budimir áll vissza Brükic helyére, a Körmendbe pedig Duráci helyére Ferenc érkezik. Funderburk. Büntetőket dobhat.
az első büntető dobások a vendégcsapat részéről. Az első helyén van, ez volt az első pontja a légiósnak, ki a pécsi csapat legeredményesebb dobója, most már 231 pont a neve mellett a bajnokságban. Mindkét büntetőt értékesítette, így 23-15. Ireland elvállal egy hárompontos, ami után Tóth szerezte vissza a labdát. Ez a vendégek harmadik hibája volt. Így 0,8 másodperce maradt a Körmendnek, hogy dobással, akár kosárral fejezze be az első negyedet. Tóth helyére Taylor áll vissza. Ireland végzi el a bedobást. Nem sikerült eredményesen zárni ezt a alig egy másodpercet. Itt 10 perc játék után 23-15-re vezett a hazai csapat, melyből Takács Kristóf 7, Taylor 3, Mosely 2, Thames 2, Mócsán 7 és Ireland 2 pontot szerzett. Vendégeknél Funderburk 2, Louis 3, Ruják 2, Brökic 6 és Meleg 2 pontot szerzett. Mindkét csapat két-két büntetőt dobhatott az első negyedben. Körmendeből egyet értékesített a vendégek, mind a kettőt értékesítették. Vendégeknél Louis szerzett egy hárompontos kosarat hazai oldalon, Takács és Mócsán volt eredményes a hárompontos vonalon túlról. Mint már említettem, a lepattanók statisztikájában Taylor előkelő helyet foglal el. Valmutatók tekintetében szintén a második helyen van 26,58 százados eredménnyel. Ezen a rangsorban még Thames szerepel 8-ként 22,54 százados teljesítménnyel. Gólpasszok tekintetében is megtalálható Thames a rangsorban 7. helyen áll 5,39 százados assziszt átadásokkal meccsenként. Szerzett labdák tekintetében szintén megtalálható Thames a listán. Az élmezőnyben 8. helyen van. Vendégeknél Funderburk az eladott labdák tekintetében van a 8. helyen, 2,5 labdát ad el mérkőzésenként, aminek gondolom a pécsi szurkolók nem annyira örülnek. Listán még Taylor a blokkolások tekintetében a 6. helyen áll, itt a 7. Brökic, aki a vendégcsapatban játszik. Most pedig tehát 23-15-ről folytatódik a játék. Az első mérkőzést, amiről már beszéltem, december 27-én, akkor 10 perc játék után a Pécs vezetett 25-22-re. Thames. Thames, Tóth, Ferenc, Mosely és Durázi összeállításban a Körmend, Ferenc Csaba. Az első hárompontos kísérlet kimarad, a vendégek Luják, Budimir, Meleg, Louis és Funderburk összeállításban. Louis. Dobása rövid, Mosely szedte le a pattanót. Tóth csinált remekül helyet Moslinek, azonban az ígyszer kimaradt, és Tóth kapta a második negyed első személyi hibáját. Ruják. Louis. Meleg. Funderburk. Ruják.
Luis üresen maradt a három pontos vonalon túl, a dobás kimarad, Durázi kezében a lepattanó. Mosley robog már a másik palánknál, Thames nem vállalt el hármast, Meleg követette személyi hibát, Melegnek a második hibája. Zagasevics Veljko hármassal a vendégeknél először a mérkőzés folyamán a pályán, büntetővonalon pedig Thames. Thamesnek ez volt a harmadik pontja, a Körmend legeredményesebb dobója a bajnokságban, 223 pontnál jár jelenleg, és 18-3 pontos kosarat szerzett eddig a bajnokságban. Mindkét büntetőjét értékesíti. Ezzel újra 10 pont a két csapat között a különbség. Ruják. Funderburk. Újra Ruják. Meleg lépett be. Meleg Gergő. Kosarával 25-17. Thames. Mosley, Tóth, Meleg, harmadik hibája. Thames végezheti el a bedobást. Tóth lépett be, remekülés. Meleg megkapta a negyedik hibáját, Tóth kosara jó, ez volt az első kosara. Meleg három személyi hibát szedett össze itt a második félidőben. Helyére Brkic érkezik, és Funderburk is pihenőt kap, őt bíró Levente váltja. Tóth Norbert pedig még egy büntetőt dobhat. Tóth a büntetőt is értékesíti, így három pontos, 28-17, Ruják a labdával. Budimir. Ruják, 5 másodperc a támadó időből. Palánk alatt Brökics maradt üresen, Ferenc kapta a személyi hibát. Ferencnek az első hibája volt, csapatnak ebben a negyedben a második. Alapon arról dobhatnak a vendégek, Takács Kristóf érkezik újra a pályára. Mosley kap pihenőt. Budimir. Kettő dobás lesz, Dragasevics dobhat majd kettőt. Ferenc kapta második személyi hibáját. Cserél a Körmend, Ferenc helyére Mócsánál. És Taylor is érkezik, ő Tóth Norbertet váltja. Dragasevics, Veljko pedig a büntetővonalom. 47 pontot szerzett eddig a bajnokságban, ma még nem volt eredményes. Most már megvan a 48. pontja, mai találkozón az első. De 10 pont a két csapat között újra a különbség. Ami marad is, ugyanis a második büntetőt elhibázta. Dragasevics. Thames a labdával. 7,5 perc a hátra az első fél időből. Mócsán. Mócsán három pontosa után Taylor kötiszt a labdát Thameshez, aki
személyhibával együtt is értékesítette a helyzetet, ezzel már 6 pontos, 30-18, és Brükic kapta a személyhibát, első hibája volt, ezzel a vendégek elérték ebben a negyedben a 4 csapat személyt. Thames pedig tovább növelheti pontjainak a számát. Thames a büntetővonalról is pontosan célzott ezzel. 3-on 7 ponttal a Körmendből a legeredményesebb dobó. 31-18. Budimir. Budimir kis ilyen elhagyta a labdát. Ruják. Marad vendégeké a labda. Ruják megy elvégezni a bedobást, 6 másodperc van a támadó időből. Dragasevic sikertelen dobása után Körmend újra támadhat, Thames a labdával. Bíró védekezik vele szemben, Durázi. Takács. Thames. Durázi. Magas ívű hármas kimarad. Labdát azonban sikerült visszaszerezni. Takács Kristóf. 9 pontos. 33-18. Akkor a vendégek kikérik második idejüket. 17-9-nél kért először időt Dragan Alexic. Most pedig 33-18, amikor második idejét is kikéri. 9-9-nél volt egyenlő állás utoljára találkozón. Onnan előbb 17-9-re húzott el a Körmend, amikor is időt kért a vendégcsapat. Az első negyedet 8 ponttal nyerte a Körmend, és utána pedig ez a 10 pont körüli vezetés most 15-re növekedett, így a vendégek edzője időt kért. Hazai csapatból Takás Kristóf 9 pontos, ő a legeredményesebb dobó, rajta kívül 7 pontos még Thames és Mócsám. Taylor 3, Mosley 2, Tóth 3, Ireland 2 pontot szerzett. 6,5 perc van hátra az első fél időből. Vendégek már érkeznek időkérés után. Brükic, Budimir, Dragasevic, Bíró és Ruják összeállításban folytatják a vendégek. Taylor, Thames, Takács, Mócsán, Durázi összeállításban a Körmend. Ruják. Budimir. Dragasevic. Ruják. Taylor a lepattanóval, Thames pedig már a labdával. Durázi. Takács. Thames. Mócsán tiszta 3 pontos dobóhelyzet, Mócsán 3-as ezúttal kimaradt, Takács kis hián visszaszerezte a labdát, Ruját. Bíró, nehezen is, de megszerítették a vendégek a labdát, Takács követette személyhibát, ez a Körmend negyedik hibája, Takácsnak a második. Kettős csere a vendégeknél, Luis és Funderburk érkezik. Dragasevic és Ruják kap pihenőt. Bíró pedig oldalról dobhat, amikor 5 perc, 35 másodperc van hát a második negyedből. Brükictől Luis, aki könnyed zicser dobhatott, Luis ezzel 5 pontos, 33-20. Thames. Durázi, újra Thames. Durázi.
Durázi remek betörése után első kosarát ért el. 35-20. Durázinak ez volt a 66. pontja a bajnokságban. Funderburk. Budimir. Budimirnak remekül csinált helyet. Brökic. Budimir első kosara volt, 35-22. És ezúttal a körmendi csapat kér időt. Akkor 4 perc, 45 másodperc van hátra az első fél időből. 33-18-nál kért időt a Pécs. Azóta 35-22-re változott az eredmény, amikor Zsigam Ravják érezte úgy, hogy van mit mondani a csapatának, ezért maga köré gyűjtötte a játékosait. Bajnokságban, mint már említettem, különböző számú mérkőzéseket játszottak a csapatok, hiszen a vírushelyzet befolyásolta, hogy ki mikor kivel tud játszani. Így aztán a Szolnok vezeti jelenleg a tabellát, amely 12 mérkőzést játszott, 10 győzelem, 2 vereség. Második a Falkó, 9 mérkőzés, 7 győzelem, 2 vereség. Harmadik a Szeged, amely legtöbb mérkőzést játszott, a Debrecennel együtt 15 találkozott. Játszottak, 11-szer győztek, 4-szer szenvedtek vereséget. Negyedik a Paks, 14 mérkőzésből 10 győzelem, 4 vereség. Ötödik az Alba, 11 mérkőzésből 7 győzelem, 4 vereség. És mint már említettem, hatodik a Körmend, 8 győzelem, 5 vereség. Vendégek már Bíró, Budimir, Louis Funderburk és Brökics összeállításban a pályán, Takács, Thames, Taylor, Durázi és Mócsán összeállításban a Körmend. Most a vendégek is egész pályán próbálnak meg kint maradni. Mindkét csapat már elérte ebben a negyedben a 4-4 személyt. Így személyhiba esetén büntetődobásokra kerül sor. Egyébként nem volt sok büntető a mérkőzésen. Mócsán. Takács. Takács három pontosra kimarad. Bíró a labdával. Funderburk. Luis Budimir, tiszta három pontos dobás, hatalmas somály dobott Budimir, rövid lett nagyon a dobása, Durázi, Taylor, kettő dobás lesz, 12-es Brükic második hibáját követte el, kettős csere Körmendbe, Durázi és Thames kap pihenőt, Ferenc Sajörlend érkezik a hazai csapatba, vendégek is reagálnak, Cserékre Demeter újra a pályán, Budimirt váltotta ki a pécsi találkozón 16 ponttal, a második legeredményesebb hazai dobó volt, ma azonban eddig egy kétpontos kosara van Budimirnak. Taylor, az első büntető egy kis gondolkodás után is, de beszédült, negyedik pontja volt ez, 36-22. Ezúttal mindkét büntetőt értékesítette. Ez a 15 pont újra a két csapat között a különbség, Funderburk a labdával. Demeter. Brökics. 8 pontos már Veljko Brökics. Zsákolásával 37-24. ...199 pontnál jár Brökics a bajnokságban. Funderburk első hibája. Kettő büntetőt dobhat Takács Kristóf, aki 9 pontot szerzett már a mai találkozón. ...45 pontos ezzel a bajnokságban. És megvan a 46. pontja is. Ezzel már 10 pontos. Megvan a 11. pontja is Takács Kristófnak.
Zebba állította idén csúcsát, amit a Kaposvár ellen szintén 11 pontos volt. Most pedig személyhibát fújt Frányó játékvezető. Takács ellen neki ez a harmadik hibája volt, Funderburk pedig büntetőket dobhat. Német érkezik Takács helyére. 3 perc, 13 másodperc a hátralévő játékidő az első félidőből. 3-ból 3 büntetőt értékesített a mai találkozón Funderburk. Csak büntetőből szerzett még pontot a mai mérkőzésen. Négyből négy folytatja továbbra is a jó sorozatát. 39-26. Ireland. Ferenc tiszta 3 pontos dobóhelyzet. Taylor ütötte el a lepattanót, azonban nem volt ott körmendi játékos, így a vendégek dobhatnak. Bíró Levente nevezetesen, majd Funderburk a labdában. Tíz másodperc a támadó időből. Ferencet látta szabálytalannak török játékvezető. Ferencnek is a harmadik hibája. Ferenc és Takács tehát 3-3 személy hibával hazai oldalon vendégeknél. Melegnek van 4 hibája, Funderburk pedig újra a büntetővonalon. Az ötödik büntetőjét már elhibázta. Most 2 elrontott büntető Funderburktől, így marad a 39-26. Ireland. Mócsán. Dobnia kell Ireland-nek. Megvan az első triplája is körmendi színekben, az első negyedben egy dupla. Most a másodikban egy tripla, 42-26. Az eddig legnagyobb különbség a két csapat között bíró labdával. Funderburk erőszakosan tört be, megszerezte első mezőny kosarát, ezzel 6 pontos, 42. Zákolás Taylortól. Taylor 7 pontos, 44-27. Bírót szerelte, német azonban a labda. Játéktéren kívülre került, mindkét csapat cserél, Ruják és Mosely érkezik. Ferenc kap pihenőt, vendégeknél pedig Funderburk. Új játékos a vendégeknél, ötössel Karev Alexej. Ruják. Másfél perc van hát az első félidőből. Brükic. 10 pontos. Mosely. Mosely magas ívű dobása. Negyedik pontja volt, és 46-30. Ruják. Megkezdődött az utolsó perc az első félidőben. Karev. Karev első dobása kimarad. Mócsán. Kosár jó, Mócsán Bálint.
9 pontos, még egy személy hiba is bekerül a jegyzőkönyvbe. Demeter neve mellé, Demeternek az első hibája volt, Mócsán pedig még egy büntetőt dobhat. 160. pontja volt ez, ami a mai mérkőzésen a 10. volt. Mócsán értékesítette tehát a plusz egy büntetőt is. 49-30 a találkozó állással, Rüják a labdával. Rüják újra. Ruiz. 3 pontos kimarad. Mosely remekül zárta ki Brekicset, lepattanót. Nem tudta megszerezni a vendéget centere, Körmend pedig végig támadhatja a hátralévő játékidőt. Mosely. Dobnia kell. Dobás rövid lett. 49-30. 20 perc játék után az állás. Mi azt jelenti, hogy a második negyedet 26-15-re nyerte meg a Körmend. Pécset a szünetben 40-45-re vezetett a Körmend, most pedig 49-30-ról folytatjuk majd a szünet után. ...49-30-ról folytatódik majd az EGIS Körmend Pécsi VSK-Veolia mérkőzés. Hazai csapatból az első félidőben Takács 11, Taylor 7, Mosely 4, Durázi 2, Thames 7, Tóth 3, Mócsán 10 és Ireland 5 pontot szerzett a vendégeknél. Fundarburk 6, Lagasevics 1, Budimir 2, Luiz 5, Rüják 2, Brigic 10 és Meleg Gergő 4 pontot szerzett. Körmend 3 triplát ért el, a vendégcsapat 1-et. Büntetővonalról Körmend 11 büntető dobhatott és 10-et értékesített. Vendégek 8-szor állhattak a büntetővonalra és 5-ször voltak eredményesek. Ma egyébként még Alba, Kecskemét, Szolnok, ZTE mérkőzéseket rendeznek. Hamarosan érkeznek majd a folytatásra a csapatok. Az első negyedet 23-15-re, a másodikat 26-15-re nyerte a körmendi csapat. Így aztán 49-30-ról folytatódik majd a küzdelem. Luiz, Rüják, Budimir, Brükic és Fundarburk vendégek ötössel folytatásra. Rüják, Durázi, Takács, Thames és Taylor összeállításban a Körmend. Bajnokságban hazai pályán egyébként már csak a Szolnok és a Paks veretlen. Vendégként még nem nyert mérkőzést a Kecskemét és az Oroszlány, valamint a Jászberény. Jászberénynek még hazai pályán sem sikerült nyernie, közben megszerzi a második félidő első kosarát. Luisa vendégektől így 49-32. Thames. Mócsán, újra Thames. 10 másodperc a támadó időből. Durázi vállalja is a 3 pontos. Dobás kimarad, Brökics kezében a lepattanó. Fundarburk. Budimir. Durázi kapta a negyed első személyi hibáját. Második hibája volt. Rüják végezheti el a bedobást. Brükics. Újra Rüják. Rüják remekül forgott a körmendi palánk alatt. 4 pontos ezzel a dobással.
két vendégkosár a harmadik negyed elején. Thames a labdával Télonnak adott labdát, aki visszajátszott a Durázihoz. Ruják újabb kosara után a hazai csapat edzője kér időt. Zsigam Ravják 6-0-val rajtolt a harmadik negyedben a Pécs, ehhez mindössze 81 másodperce volt szüksége a vendégeknek. Luis 2, Ruják pedig 4 pontot szerzett a harmadik negyed elején, így a hazai csapat edzőjének kellett időt kérnie. Körmend hazai pályán 6 mérkőzésen szerepelt, 5-ször győztesen hagyta el a játékteret a Szeged ellen. Elveszett a hazai veretlenség, vendégként 7-szer lépett pályára a Körmend, 3 győzelem mellett 4 vereség a mérleg. Vendégek. Érkeznek először az időkérés után. Nekik volt kevesebb mondani valójuk, most pedig már Thames a labdával. Mócsán. Hét másodperc a támadó időből Ferenc. Ferenc saját labdáját szerezte vissza. Télóhoz akart játszani, azonban a vendégek lefülelték az átadást. Fundebrück, Brükic. Újabb vendég kosár, ez itt a Brükic szerezte, ő 12 pontos már. 49-38. Thames a labdával. Kosár jó, Mócsán 2 pontot szerzett. 12 pontos már, a személyhibát Budimir kapta. Pontosabban Luis-t látták szabálytalannak a játékvezetők. Mócsán még egy büntetőt dobhat. Második negyedben is volt egy góljó plusz egy dobása. Akkor értékesítette a plusz egy büntetőt. Most is így már 13 pontos. És 52-38. Büntető dobás közben csere volt a Körmendben. Ireland áll Takács helyére. Brükic, Ruják, 3 pontos kosarat szerzett Ruják András, 9 pontos ebből hetet a harmadik negyedbe szerzett. 52-41, Thames. Taylor pöciszta lepattanót, tomban a kosár nincs az ellentámadásnál, Brükic könnyed zsákolásával már 14 pontos, s hosszú idő után 10 ponton belülre zárkózott fel a pécsi csapat. 13-3 a harmadik negyed eddigi állása, a pécsi csapat dobott több pontot. Taylor küzd a lepattanóért, Brükic pedig a harmadik hibáját kapja. Ireland végezheti el a bedobást az alapvonalról. Mócsán. Magas ívű hármas kimarad, azonban a lepattanót játéktéren kívülre sikerült a körmendi játékosnak ütni, így a vendégek támadhatnak újra. Ruják a labdával. Továbbra is Rujáknál a labda. Ruják sikertelen dobása után sikerült megszerezni a lepattanót. Thames. Fundebrück. Második hibája a csapatnak, harmadik ebben a negyedben. Oldalról dobhat a hazai együttes, Thames végzi el a bedobást. Ireland.
középtávoli kimarad, lepattanó Funderburknél. Ő hármasa után Brükic szerezte vissza a lepattanót, kiesett a kezéből a labda, Taylor. Thames. Mócsán remek labdát kapott Thames-től, Mócsán Bálint. 15 pontos, 54-43. Szerzett labda után egy gyors támadás végén sikerült zicser dobásra befejezni a támadást, Brükic pedig könnyedén. Sportszerűt lehibát követett el Taylor, nagy csatát vívnak ők ketten, Taylor és Brükic. Taylornak ez volt az első hibája. Cserélnek a vendégek. Dragasevic érkezik Ruják helyére. Brükic dobhat 2-14 pontos. ...205 pontja van eddig a bajnokságban, most az első büntetőt elhibázta. Másodikból megvan a 15. pontja. 10 pont a két csapat között ezzel a különbség, és még a vendégek dobhatnak. Dragasevic végzi el a bedobást. Funderburk. Budimir. Funderburk. Lejárta támadóidő. Nem ért gyűrűt a dobás, úgyhogy mindenképp a Körmendnek kellett volna ítélni a labdát. Thames. Dragasevic. Első hibája volt csapatnak. A negyedik. Még, tehát oldalról dob a hazai csapat, Mócsán végzi el a bedobást. Ireland. Középtávoli dobása pontos, 7 pontnál jár ezzel. 56-44. Louise és Funderburk összjátéka után Budimir. Budimir sikertelen dobása után Mócsán szedte össze a lepattanót. Thames. Ferenc. Thames. Ferenc. Thames. Kosár jó, és még egy büntető dobás lesz. Thames. Ezzel 9 pontos. Budimir és Brükic, akinek ez volt a negyedik hibája, kap pihenőt. Thames pedig majd még egy büntetőt dobhat. ...58-44-nél tehát Thames. Plusz egy büntető kimarad, labdát azonban a körmendiek szerezték meg. Thames 3 pontos kísérlete is rövid lett, marad az 58-44. Thames követette személyi hibát, első hibája volt, csapatnak harmadik. Alapvonalról dobhatják majd be a vendégek a labdát. Hát Taylort választotta bedobással a pécsi játékos, aki az ígyszert elhibázza, azonban Ferenc segített Taylornak, aki a lepattanóból megszerezte első pontjait a mai találkozón, 60-44. Üresen maradt Funderburk, mindenki lelépett róla, azonban a dobást elhibázta.
meleg szerezte vissza azonban a lepattanót. Mindkét csapat cserél, Rujak érkezett a vendégcsapatba. Ireland megkapta a második hibáját, Tóth Norbert pedig a Körmendbe állt be. Tiszta hárompontos dobóhelyzetben rontott Dragasevics, ellentámadásnál pedig már Mócsánnál a labda. Thames remekül lépett be, Thames 11 pontos, 62-44. Amilyen rosszul kezdte a harmadik negyed elejét a Körmend, harmadik negyed végére annyira jól játszik a csapat, és az előnyt nem, hogy eladni sikerült, hanem növelte is a harmadik negyedben az előnyét a Körmend, hiszen 9 ponta is sikerült felzárkózni a vendégegyüttesnek. Onnan azonban visszaverte a Körmend a vendégek feltámadását, felzárkózási kísérletét, újra 18 pont a két csapat között a különbség, és újabb körmendi kosár lehet. 3 pontos kimarad, lepattanó meleg kezében, majd Rujak. Demeter. Fundeberg. Hármas kipattant, körmendi gyűrűből. Ellentámadásnál már Ireland. Ferenc. Ferenc az előző dupla után megszerezte első tripláját is a találkozón. 65-44. Rujak. Meleg. Demeter. Támadó hibát követett el Demeter. 2 perc 19 másodperc van hátra, Demeternek ez volt a második hibája. Thames helyére Mosely áll. Ireland a labdával. Mócsán. Mosely. Mócsán. Mócsán Bálint. 17 pontos. 67-44. Meleg. Megnézte a vonalat. 3 pontos kísérlete. Tóth kezébe landolt. Mosely. Tóth. Újra Mosely. Ireland. 10 másodperc a támadó időből. Ferenc. Ezúttal kimarad a 3 pontos meleg, majd Fundebörk. Demeter. Ő is azonnal emeli a 3-ast, az ő dobása is rövid lett. Lepattanó Ireland kezében, nő hozzá a labdát a félpályán. 1 perc 15 másodperc van hát a harmadik negyedből. 23 ponttal vezet a Körmend. Ireland. 9 pontos. Ó, Mócsán blokkolta meleg dobási kísérletét, az ellentámadásnál pedig Ferenc Csaba dobhat majd két büntetőt. Demeter követette vele szemben személyhibát, harmadik hibája volt. Erre a Körmendbe és a vendégcsapatba is meleg helyére. Rátvai Balázs állt először a találkozón pályán, Takács pedig Körmendbe állt vissza. Ferenc Csaba büntető vonalról is eredményes, 6 pontos, 70-44. Marad a 70-44, Ferenc elhibázta második büntetőt, így Rujak révén a vendégek támadhatnak. Rátvai. Demeter.
Louis. Még maradt a Körmendnek egy támadás ideje. 70-44. 10 másodperc van hátra a negyedből. Ireland. Ireland egymaga fejezte be ezt a harmadik negyedet. 11 pontos. 72-44. Tehát a harmadik negyed elején egy kicsit rájesztett a Körmend, a vendégcsapat. Azonban 23-14-re ezt a negyedet is a Körmend nyerte, amelyből Takács Kristóf 11, Taylor 7, Mosley 4, Durázi 2, Thames 11, Tóth 3, Ferenc 6, Mócsán 17, és Ireland 11 pontot szerzett a vendégeknél, Fundenburg 6, Dragasevics 1, Budimir 2, Luiz 7, Ruják 9, Brükic 15, Meleg 4 pontot szerzett. ...52-43-ra sikerült felzárkózni a harmadik negyed elején a Pécsnek, onnan azonban a Körmend újra magára talált, és nem csak visszahozta a 19 pontos előnyét, hanem ezt még meg is tudta növelni a harmadik negyedbe. Záró negyedbe már a csapatok a pályán, Mosley, Thames, Takács, Tóth német összeállításban a Körmend, Budimir, Dragasevics, Rátvai, Luiz és Ruják összeállításban a vendégek. Mosley. Dragasevic szerzett labdát. Frányó játékvezető tudja, remélem, hogy mit látott. Személyhibát fújt Mosley ellen, aki a pályán tartózkodott, ez igaz. Ha lement volna a pályáról, talán az lett volna a követelmény. Videózzák az esetet a játékvezetők. Dragasevics kis ilyen elhagyta a labdát. A játékvezető azonban azt látta, hogy Mosley volt szabálytalan. Jagan MOSELY is elégedetlenkedett az ítélet miatt, ezért most videózik Frányó és török játékvezető. Marad az ítélet, ha már egyszer befújták. Kettőt dobhat Dragasevics. Ez volt a második pontja. 72-45. Mindkét büntető helyén. Thames a labdával. Mosley. Tóth. Tóth dobása lejött, Budimir kezében a lepattanó, Ruják. Budimir.
Ruják. Visszajátszást követett el a vendégcsapat. Körmend dobott oldalról, amikor 45 másodperc telt el a zárónegyedből. 72-46-ra vezet a Körmend Thames a labdával. Német. Mosley. Mosley remekül tört be. 6 pontos. 74-46. Mosley 124 pontot dobott eddig a bajnokságba. Közben Ruják már lépéshibát követett el. Ruják, hogy a Körmend jöhet majd oldalról. Csere vendégeknél. Fundenburk érkezik Louis helyére. Thames a labdával. Német. Budimir ütötte játéktéren kívülre a labdát. 10 másodperce maradt a hazai csapatnak a támadó időből. Mosley végzi el a bedobást. Thames. Német tiszta 3 pontos dobóhelyzet. A dobás sajnos kimarad. Rüljál ki a lepattanok. Fundenburk. Budimir. Budimir első tripláját szerzi a mérkőzésen, ezzel 5 pontos. 74-49. Thames. Német. Mosley. Rátvai kapta a hibát. Első hibája volt. Ócsán jelentkezik játékra, a Körmendben Németet váltja. Két perc, 44 másodperc a hátra a mérkőzésből. Tóth a labdával, majd Thames. Mosley. Tóth. Tóth balkezes dobása, pontatlan lepattanót Rátvai szedte össze, majd pedig már Fundenburk. Takács követette a személyi hibát, Takácsnak a negyedik hibája volt. 2 büntető dobásra kerül sor, csere vendégeknél a 4 személyi hibás Brkić áll vissza Rátvai helyére. Fundenburk. 7 pontos. Ez volt a vendégek 50. pontja a találkozón. Megvan az 51. pont is. Mosley. Eladott labda után a vendégek támadhatnak. Budimir. Fundenburk. Budimir. Brkić. Takács előzte meg Brkićot Thames a labdával. Thames dobása sikertelen lett, ő személyhibát reklamált a játékvezetőnél. Takács mellett Budimir tört be, 7 pontos Budimir ezzel, 74-53. Ezt a negyedet is akár csak a harmadikat jól kezdi a pécsi csapat, hiszen 9-2 a negyed állása eddig. Takács 3 pontos vonalon túl,
dobása után Tóti a lepattanó. Thames. Thames középtávolija kimarad, Funderburk a labdával. 4 perc telt el, záró negyedből Tóth szerelte. Funderburk. Tóth kapott technikait, kérte is a játékvezetőt, ő teljesítette is a kérését. Budimir dobhatja az egy büntetőt. ...74-53 Budimir. Megítélt büntetőt elhibázta Budimir. Körmendi a labda, hiszen Tóth szerzett labdát, majd pedig technikaival levitte saját magát a pályáról, helyére Durázi állt. Sikertelen Körmendi bedobás után. Brükic lábáról pattant ki a labda játéktéren kívülre. Egymás hibáiból élnek ezekben a pillanatokban a csapatok. Ireland bedobás után. Durázi. Ireland. Taylor. Durázi. Durázi Krisztofel. 5 pontos ezzel a triplával. 77-53. Funderburk. Ő is egy 3 pontossal válaszol. 11 pontos ezzel. Ez volt az első triplája. 77-56. Mosley Taylortól kapta vissza a labdát. Funderburk harmadik hibája volt. Oroszi Bence a pályán. Mosley kap pihenőt. Mócsán végezheti el a bedobást. Ireland. Durázi. 3 pontos ezúttal kimarad. Oroszinak nem sikerült megszerezni a lepattanót. Rúják a labdával. Funderburk. Második triplájával 14 pontos már. 77-59. Durázi. Ireland. Taylor. Vele szemben a 4 személy hibás Brükic, Mócsán. Mócsán 3-as, a kiperdült a gyűrűből. Funderburk. Funderburk pillanatai ezek a negyedik negyedben. Újabb kosarával 77-61. 10 pontot szerzett már ebben a negyedben. Funderburk, aki egyébként a vendégek legeredményesebb dobója a bajnokságban. 3,5 perc van hát a találkozóból. Durázi remekül lépett be. Durázi Krisztofel 7 pontos. 79-61. Ireland. Harmadik hibája volt. Rúják dobhat oldalról. Budimir. Rúják. Budimir. Budimir távolról. Második triplája volt.
10 pontos ezzel, 79-64. Taylort szerelte Budimir, 7 másodperce maradt a Körmendnek a támadó időből. Mócsám. Oroszi. Dobnia kellett a dobás, azonban pontatlan lett Budimirtól, már Ruják. Kettő büntető dobás lesz. 2 perc, 37 másodperc a hátra a találkozóból, 79-64. Ruják. Tizedik pontja volt ez Rujáknak, ki a bajnokságban 139 pontnál jár jelen pillanatban. Megvan a 140. pontja is, majd találkozón ez a 11. pontot jelenti, 79-66. 22-7 a záró negyedben a pécsi csapat javára, a negyedik negyedben az állás, Mócsám. Játéktéren kívülre dobta a labdát. Szerencsére közel 30 pont volt a záró negyed előtt a körmendi csapat előnye. Így különösebb. Nagy veszély arra, hogy felzárkozom annyira a Pécs, hogy elveszítse a körmend ezt a találkozót. Nem igen van. Rükics. 17 pontos, 79-68. Pécsen is az áronegyedben a Pécs 26-11-re tudott nyerni abban a 10 percben, és ezzel meg is fordította ott a mérkőzést, hiszen ott Körmend vezetett még a harmadik negyed végén 10 ponttal. Találkozott azonban végül a pécsi csapat nyerte. Dobnia kellett, azonban a dobás elkerült a gyűrűt, így letelt a támadó idő. Másfél perc van hátra. Budimir kap pihenőt helyére, Demeter áll vissza. Ruják helyére Luiz áll, Körmendbe pedig Durázik, Ferenc váltja. Fundebörk. Három pontos kimarad. Mócsám. Ferenc. Téla. Negyedik hibája volt Fundebörknek. Vendégeknek még csak a harmadik ebben a negyedben, így alapvonalról dobhat a Körmend. Mócsán megy elvégezni a bedobást. Taylor. Mócsán. Mócsán sikertele hármasa után Luiz a labdával. Sikerült a körmendieknek lefülelni az átadást, Luiz követette a személyhibát, ez volt a vendégek negyedik hibája, negyedik negyedben. Belüljárunk az utolsó percen, 49 másodperc van hátra a találkozóból, sikerült át a körmendnek visszavágni pécsi vereségért, ott 86-81-re győzött a Pécs, és a körmend pedig 79-68-ra vezet, amikor 40 másodperc van a mérkőzésből, Oroszi. Mócsám, Taylor, Taylor, 9 pontos, 81-68. Még mindig csak 9 pontot szerzett a körben, de a negyedik negyedben Luiz tört be. 9 pontos, 81-70. Ireland. Nem nagyon akar Körmend már pontot dobni.
Így a záró negyedben 9 pont lesz a hazai csapat termése. 26 vendégpont ellenében 81-70-re, tehát a Körmend megnyerte ezt a hazai mérkőzést, amelyik, ami a lényeg. Hazai csapatból Takács Kristóf 11, Taylor 9, Mosley 6, Durázi 7, Thames 11, Tóth 3, Ferenc 6, Mócsán 17, és Ireland 11 pontot szerzett a vendégeknél. 16 pontos Fundenburk, Dragasevic 3, Budimir 10, Luis 9, Ruják 11, Brükic 17, Meleg 4 pontot szerzett. Még egyszer a végeredmény, EGIS Körmend, Pécsi VSK Veolia. Köszönöm a figyelmüket, folytatás szombaton a Debrecen ellen, viszontlátásra!